Jó estét! Ha valaki nem ismerne, Farkas Attila Márton vagyok. Relikviákat hozott Bulgáriából. Ez a lényeg, hogy minden ősszel valaki Bulgáriából relikviákat érjen vissza. És még csukottál is rá egyet. Igazad van, akkor kezdjük a Design Centerrel, bár egyébként mindig a műsor végén szoktuk ezt kezdeni. Én két dolgot nem hoztam el, a kínai dobócsillagomat és a Csegevarás gyufás készletemet, mert féltem, hogy kilukassz ezt a zacskót, illetve a gyufa összetörik. De ugye tavaly, nem tudom ki volt itt, amikor tavaly a Puzsér kipakolta nyár után, hogy ad ezt a derék bögrét. Nem tudom, azt látja valaki, rajta van a Führer egy szép horogkereszttel. Ugye annak idején a Robi ezt úgy interpretálta, hogy amikor ő megvette valamelyik, tényleg tengerparton vetted, vagy Szófiában? Nem, én ezt Obzorban vettem, ami egy tengerparti kisebb üdülőhely. Na, én meg Messebárba. Manchester United bögre és egy Real Madrid bögre között volt. És kacsingattál, vagy szemeztél az eladónővel, azt mondtad, ugye? Tehát ilyen diszkréten egymással néztetek. Volt egy lopott pillanat, a meta kommunikációval, hogy hát ez azért ugye mindketten tudjuk, hogy ciki, vicc, ő is tudja, hogy én is tudom, miközben lehet, hogy nem, de hát ugye mégiscsak így lehet eladni. Na, én ezt annyira megkívántam a Robitól, hogy természetesen én is hoztam magamnak egyet, de vele ellentétben én politikailag kiegyensúlyozott vagyok, tehát a Robiról tudva levő ugyanis, hogy ő náci, és én hoztam egy ilyen másik szép bögrét is, ami Sztálin elvtárs és a Szovjetunió van rajta, és arra gondoltam, hogy esetleg az én barátommal ezzel fogok kocintani. Természetesen te ihatsz a hitleres bögréből. És én tejet iszom. Nem, ezt megosztod velem a jó kis fröcsikédet. Mert késtél egy csomót, és itt ültem lent a faszomba a fotőjbe. Úgyhogy hát akkor ígyunk a bulgáriai nyaralásra. Egészségére a kedvenc közönségnek. Gondolom én is már nagyon hiányoztam. De van itt azért még más is. Na jó, a szemcseppjeimet most nem veszem elő. Mert múlt héten meg... ja Istenem, de szarbor. Múlt héten megműtötték a szememet. És azért van rajtam ez a szemüveg, hogy ne lássak senkit, mert kurva élesen kezdtem el látni. Egyébként erről majd így filozofálható. És úgy, most úgy ilyen élesen még sose láttam. Tehát akkor se láttam, amikor még jó volt a szemem, mit tudom én, 50 évvel ezelőtt. És úgy, amikor kimentem az utcára, először hogy kinyitottam a szemem, és akkor meg megláttam a nőkön, úgy, amit már úgy régóta nem. Tehát kis bajuszka, meg mit olyan szabálytalanságok, a szabálytalan fogak még szabálytalanabbak lettek, pörsenések, mindenféle egyéb ilyen dolgok, és akkor ugye elgondolkoztam ezen, hogy vajon az utóbbi időben miért lettem ilyen gátlástalan a nőkkel, és fiatal koromban, meg miért voltam olyan visszafogott és szolíd, és hát ugye egy szemműtét ennyit számít, és van ennek egy nagyon szép ilyen metaforikus, metafizikus síkja is, ugye a látás az annyi, mint tudás. És ez a tudás, amikor az ember apró részleteiben látja dolgokat, ez valahol egy ilyen misztikus látás is, mert meglát mindent. És hát úgy meglátja, hogy mennyire csúnyák vagyunk. Tükörben nem merek nézni, tehát még mielőtt azt hinné valaki, hogy én itt vádaskodom, vagy mit másokat leszólok, és hogy a létnek ez a jó kis, hogy hívják ezt, na, nem a lét nehézségem, ezt már valaki kitalálta, hanem a, nem, elviselhetetlen könnyűség, bocsánat, ezt találták ki, tehát a létnek ez a visszája, tehát amikor kicsit olyan ez, mint egy festményt, vagy egy ilyen goblent így visszafordítunk, és akkor a hátam mögött látjuk, hogy szőtték ezeket a dolgokat. Egyébként, Robi, ezt neked mondom, mint a téma nagy kedvelőjének, hogy az első, tehát amikor kurva élesen látsz, érted, és a színek is színe, kicsit olyan, mint egy LSD-s trip egyébként a szemműtét utáni állapot, tehát ez amikor ilyen részleteiben látsz mindent, valahol rémisztő. Na de, bocsánat, azért még visszatérnék, még hoztam egy olyat, amit viszont a Puzsér irigyelt tőlem, ezt a bicskát Bulgáriából. Elmondod, mi ez? Ezt nagyon irigyelte. Ja, tehát
az a helyzet, hogy én úgy nézem, hogy ez egy eredeti, echte SS deszantkés. Tehát ez itt van benne a horogkereszt, benne az SS jel. Kifejezetten korabelinek tűnik. És én nem vagyok, hogy mondjam, szakértője a korszak tárgyi ismeretének. Igen, hát ezeknek az emlékeknek, amiket itt ilyenkor leleteknek, de azt, tehát, hogy én arra teszek, hogy ez eredeti. Állati visszafogottan adja előbb, tehát amikor találkoztunk, és van az az, mutattam, akkor ezt mondta, bazzeg, ez kurva jó, ha, honnan szerezted, mi a gyerek? Jó, hát világos, hogy ez nagyon, nagyon komoly relikvia. Nekem van egy bélyegem Hitlerrel, na most azzal elmentek a kurva anyámba ez egy eredeti hitleres bélyeg, vagy ez? Nem LSD-s. De a Führeres LSD bélyeg az kemény lehet, tehát az oda baszós. Tehát az szinte biztos, hogy mit toltál, dobtam két Hitlert. Egyébként ez a kés, ez maga a tömény agresszivitás. De így az agresszivitásnak a jelszínkóra. Nem, ez olyan, hogyha Ária keresztény embert akarsz megölni, akkor kicsorbul. És mi a pengének a márkája? Mi van oda ráírva, Zsuzsi? Schwarz Wolf, azaz fekete farkas, tehát ezt ja. Isten is. De erre szerintem odafigyeltek a harmadik birodalomban, hogyha esetleg mondjuk a gyártót úgy hívták, hogy nyúl, vagy úgy, hogy egér, akkor az nem gyárthatott egy kést. Tehát, hogy azt a Schwarz Wolf! Mondod, tehát ez hozzátartozott a birodalmi propaganda szellemét, ezt hozzá kellett tenni. Hát a Hitler is a Wolfenschanzéba, tehát a farkas sáncba lakott, tehát úgy hívták azt a helyet, ahol az ő bunkere volt. És akkor még utoljára, és akkor utána rátérünk a filozofikus témákra, de én így szeretnék rátérni, akkor egy kis rögtönző Chippendale show következik. Ezt ugye büntetik, ha jól tudom. Tehát, ha ezek kimegyek az utcáról. Egyébként... Sztálin a mi kormányosunk, ez a lényeg, ugye? Ez csodás. Így elképzelem, hogy az egykor Németország által megszállt országokban, hogy lenne elképzelhető egy ilyen, ha bár egyébként ott, ahol ilyen bögrét lehet kapni, ott bármilyen. És egyébként Bulgáriában mindenhol lehet cigizni, ilyeneket lehet kapni, és ez szerintem sokkal szabadabb ország. És jobbak a kajáik, és kurva olcsó. Magyarországon viszont a drága kaja is szar. Tehát egy jó étterembe bemegy valaki, az is szar. Biztos, hogy van olyan különleges, mit tudom én, 600 ezer Michelin csillagos akármi, ahol kapsz egy darab répát, és mit tudom én, fizetsz 100 ezer eurót, és akkor arról megírják, hogy az milyen fasz a répa volt. De igazából a magyar éttermek azok iszonyatosan fosok. Michelin csillag az egyébként egy átbaszás. Nem tudom, hogy ezt tudjátok-e. Tehát Michelin csillag az egy kibaszott gátlástalan lobby. Michelin csillag az nem a minőségről szól. Tehát nem arról szól, hogy ennek a Michelinnek, ennek a cégnek, ami egyébként ugyanaz a cég, amelyik a gumikat gyártja, csak ugyanúgy, ahogyan a Caterpillar az gyárt például markolós kocsit, meg cipőt. Vagy a Yamaha az gyárt szintetizátort, meg motort. Tehát most a lényeg az, hogy ez a Michelin csillag, ez nem azért jár, hogyha egy étteremben annyira jó a kaja, tehát olyan különlegesen jó a séfnek a főztje, hogy olyat máshol nem kapsz, és akkor ahhoz hozzábasznak egy Michelin csillagot. Ha meg még olyan jó, vagy annál is még annyival jobb valami, akkor ahhoz már kettőt. Tehát ez nem így megy. De a Michelin csillag az nem azért jár, hogy jó a kaja, hanem ez egy lobby. Ez arról szól, hogy a Michelinnek vannak követelményei. Tehát a Michelin elvár dolgokat tőled. Elvárja például, hogy az a csirke, amelyikből készül a csirke húsleves, az ilyen és ilyen és ilyen és ilyen és ilyen tápon éljen. Na most ezek
kizárólag a Michelin csirkék. Tehát a Michelin csirkéket, azokat olyan gazdák tartják, és etetik ezekkel a Michelin kajákkal, akik szintén leszerződtek a Michelinnel. És azért gyakorlatilag ők szolgálják ki a Michelin éttermeket. És akkor megkapják a csillagot. Igen, igen, és akkor a Michelin étterem, hogyha azoktól, a gazdáktól vásárolja fel az alapanyagokat, amelyek a Michelinnel szerződésben vannak, illetve amelyek ismerik és teljesítik a Michelin követelményeket, tehát azon a hálózaton keresztül jutnak hozzá az alapanyagokhoz, amely a Michelinnek kedvez pénzügyileg, akkor az megkapja a Michelin csillagot. Tehát a Michelin az valójában semmi más, mint egy nagy nemzeti dohánybolt, vagy hogy fogalmazza. Tehát, hogy ez egy kusztustalan lobby. Semmi köze a minőséghez. Privát nemzeti, vagy, na érted, tehát itt már nem én értem, nemzeti, de ott is arra, hanem az, internacionális minden, privát. Az is egy, az a lényeg, hogy ők is egy monopóliumon terpeszkednek, és ezt a monopóliumot nem nemzeti dohányboltnak hívják, hanem Michelinnek. És ez egy kvázi minőség, tehát ezt a Michelin mondja erről, hogy ezek a jó csirkék, amik ezt teszik. Valójában ezek a Michelin csirkék. És ezért jár a Michelin csillag. Annyi hozzá, kiegészítést hozzátennék, hogy amikor a Michelin cég elindult annak idején, és ugye autógumikat kezdett el gyártani, kitalálták ezt a Michelin csillagot azzal a céllal, hogy létrehoztak egy ilyen kis füzetet, amiben belerakták különböző ilyen desztinációkat, éttermeket, stb. Leginkább éttermeket, hogy menjél el a te kocsiddal, minél nagyobb távolságra, koptassad el a gumidat, és vegyél új gumit. Ez volt az eredeti ismeret. Ja, ez volt, úgy indult a dolog, hogy jó messze legyen a Michelin étterem, hogy basszad szét a gumidat, hogy vegyél új gumit a Michelintől. Tehát így indult ez a minőségi gasztrokultúra, ezek a gyökerei, igen. Na most azóta még kecibbek. Most azt kell érteni, hogy a Michelin étterem, például Michelin csillagos étterem, például Magyarországon nem is tudom, hogy van-e egyáltalán. Van. Kettő is van. Na, most Magyarországon összesen két Michelin csillagos étterem van. Franciaországban meg van 300. Kurva érdekes, nem? Hát nyilván a francia konyha jobb, mint a magyar, de ennyivel. Tehát, hogy van az, hogy Franciaországban vannak ilyen 3 Michelin csillagos, meg 4 Michelin csillagos étterem, nálunk meg van 2, nekünk 2 szimplánk van, tehát 2 egyesünk van. Tehát így állunk mi. Tehát mi Michelinben szarabbak vagyunk, mint fociban. Pedig egy kevés dologról mondható ez el. Ezt látod, nem gondoltam volna. Tehát, hogy ennyire szarok. És hogy ez miért van? Hogy egyszerűen olyan kurva egyszerű, a Michelin, mint szolgáltatás, az egy buzidrága dolog. Tehát azt kell érteni. Tehát az a csirke, amit a Michelin csirke, az 6-szor annyiba kerül, mint a nem Michelin csirke. Ezért a Michelin étteremben, Michelin csillagos étteremben olyan kibaszott drágán kell adni a kaját, hogy egyáltalán megtérüljön a vállalkozónak, hogy ahhoz már egy ország kell. És Magyarország nem ez az ország. Tehát Magyarországnak nincs olyan burzsóáziája, amelyik egy 2 Michelin csillagos éttermet el tudna tartani. Igen, akkor igazából ez a Michelin csillag ez nem más, mint ami egyébként a márkák nagy részénél igaz, hogy egy ilyen a snob identitásra játszik, és azzal bizniszel. Egyértelmű. És semmi nem hitelesíti. Tehát a Michelinen kívül senki nem állítja a Michelin csirkéről, hogy jobb, mint a nem Michelin csirke. Világos, hogy valószínűleg a Michelin csirke jobb, mint a... Mit tudom én... Igen, aki fried chicken, vagy ami állítólag ilyen műcsirke, vagy ez a... Hogy hívják ezeket a futószalag csirkéket? Olyan gép csirke, vagy mi az Isten? Szóval, a nagyüzemi állattartásból származó csirkéknél lehet, hogy a Michelin csirke jobb. De azt kimondta, hogy a Michelin csirke jobb, mint egy szimpla háztáji csirke. Miért jobb? Tehát ez kiállítja ezt a Michelin. A Michelin állítja. De senki más. Szóval, ez a Michelin, ez egy nagy szemfényvesztés, csak mert ez jutott eszembe erről a sztoriról. Tehát, hogyha valaki mondjuk Magyarországon van is pénze, és csinálni akar egy kurva jó éttermet, egyszerűen nincsen értelme rálépni erre a Michelin útra. Tehát, hogy ez a Michelin, ez valami olyasmi, mint a McDonald's, azt kell érteni. Tehát, ez a Michelin, ez egy franchise. Tehát itt nem arról van szó, hogy elég jó éttermed van-e ahhoz, hogy megkapd a Michelin csillagot. Hanem, hogy McDonald's-ot nyitsz, vagy nyitsz egy ilyen nem téki főzdét.
nagymama kifőzdéjét. Most így, ez egy ilyen döntés. És ha úgy döntesz, hogy Michelin, akkor az gyakorlatilag csatlakozol egy franchise-hoz. Olyanhoz, mint a McDonald's, csak az ilyen nagyon burzsúj McDonald's, amiért Magyarországon nincsen. Nincsen kereslet. Vagy hát fizetőképes kereslet, úgy értem. Na, ezt kitárgyaltuk. Mi annak a Louis de Funès filmnek a címe, ahol... Szárnyát vagy combját. Így van. És kurva érdekes, hogy ugye lebuktatja a nagyüzemi gyárost, aki ilyen műanyag szarokat gyárt, és ott hagyja az óráját, amikor ott kémkedik. És a végén, amikor ugye ő győz a minőségi ételeknek a királya, meg minden, és akkor valami lovaggá, vagy mi a szarrá ütik, és van egy ilyen díszvacsora a végén, ahol az igazi minőség kaját hozzák, és véletlenül kihalásza a saját óráját. De hát azért benne marad abba a körbe, úgyhogy... Na, ez ilyesmi, ez a Michelin csillag. Ja, ez egész ilyen. Szóval... Egyébként még egy szóra visszatérve, hogyha nincs erről kérdés, hozzászólás erre az egész bulgáriai cuccra, a Stalin, meg Horogkereszt, meg izé. Tehát, hogy amikor én vettem ezt a... És az igaz, hogy eredetileg azért nem akartam Horogkeresztes bögrét venni, mert Puzsér már vett. Láttam egyébként én is nagy bulgáriás pólót, de én olyat is láttam, ahol az államalapítójuknak a feje így rajta volt. Tehát olyan, mintha egy olyan nagy magyarországos póló lenne, amin rajta van vagy Árpád vezér, vagy Szent István. Most azt nem tudom, hogy Aszparuk volt-e rajta, vagy az első cár, Simeon cár, vagy az, aki a birodalmat csinálta. És... De aztán visszamentem, még kell egy ilyen horrorkeresztes bögre, egy fasiszta ismerősömnek vettem egyébként ajándékba, és akkor visszamentem érte, és akkor így vigyorgott rám is az eladó nő, pedig ez, mondom, ez máshol volt, és akkor, hát igen, ugyanez ez a vigyorgás, és akkor így elgondolkoztam az ennek az egésznek a filozófiáján, hogy érdemes-e tiltani az úgynevezett milyen jelképeket, önkényuralmi jelképeket, meg ezen az egész önkényuralmi jelképes din. Mert hogy nekem teljesen meggyőződésem az, hogyha valamiből poént csinálnak, akkor az elveszíti az erejét. És érdemes egyébként megfigyelni, hogy miért van az, hogy a szélső jobboldal erősebb Magyarországon, mint a szélső baloldal. Ez azért van, mert a szélső jobboldalt körüllengi még mindig a félelem és az erő. Míg a szélső baloldalból egy csomó viccet csináltak, tehát itt szoborparttól kezdve filmeken át, kiállításokat, tehát hiába tiltották be, azt átlengi azt, hogy az vicces, humoros, lejáratodó poén szucsok, és ezért erejét vesztett. De ez azért is van, mert a nácizmus az a hatalma teljében bukott el, a szocializmus az megöregedett. Egyrészt konszolidálódott, és aztán korrumpálódott, és aztán megvénült és kifingott. Tehát ez egyszerűen más a sztoria a kettőnek. És ezért... Ez is benne lehet, mondjuk ez így van. De szerinted egyébként tiltani kell ezeket a jelképeket? Most provokálok... Barátkoznak! Tudom a... Jaj! Ezt nem úgy hívták, hogy Molotov-Ribbentrop paktum? De akkor sem volt ilyen személyes. Azért külügyminisztereken keresztül nyalni-falni nem ugyanaz. Na figyelj! Mesélj már erről a Parakovácsos mert én azt meghallgattam a rádióban tök véletlenül, és emlékszem, hogy Parakovács azzal zárta, hogy természetesen egyetlen szavával nem értek egyet Puzsér Roberttel, és én úgy emlékszem, hogy a Parakovács az ilyen szélsőséges liberális, ilyen liberális punk, Szerintem ország tele van ilyen liberálisokkal, csak aztán, amikor eljön a végzetes pillanat, akkor mindig kiderül, hogy egy kicsivel nagyobb holokauszt sérültek, mint amekkora liberálisok. Mindig ez a probléma, hogy így liberálisok vagyunk az utolsó töltényig, de abban a pillanatban, hogy az önkényuralom, az egy szóval sem értek egyet. Várj, de a holokauszt sérültség javarészt az egy származáshoz, vagy részleges származáshoz kötött. Nem, Parakovács az egy Ózdi, vagy Miskolci prófigyelek. Nem, ez egy tanult dolog. Én állítom, hogy az országnak a fele az a fajta holokauszt neurotikus, akinek túlélői bűntudata van. Tehát a túlélői bűntudat, de erről már beszéltünk korábban, nem? De a túlélői bűntudat az egy olyan állapot, amikor azért érzed magad szarul, mert miért te maradtál életben, miért nem a testvéred, aki mondjuk meghalt. És ez egy ilyen szörnyű, irracionális szorongást kelt, amit nem lehet föloldani. És azért nem lehet föloldani, mert az ember csak azt tudja feldolgozni, amit racionalizálni tud.
Ilyen az ember. Ha valamit nem tudsz racionalizálni, akkor az hat rád, az hatalmat uralkodik fölötted. Abban a pillanatban, hogy megérted, találsz neki értelmet, ezzel egyébként nagyon-nagyon sok pszichológus foglalkozott. Többek között Jung. Jung nagyon sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel. Hogy valójában az ember bármit képes elviselni, hogyha úgy gondolja, hogy van értelme. Tehát az egyharmadát nem tudod elviselni annak, ami értelmetlen, mint annak, aminek úgy véled, hogy van értelme, vagy tudsz hozzá értelmet rendelni. Ez komoly, ez a legkomolyabb. És a túlélői bűntudat az pont ilyen. Az azért kurva nehéz dolgozni vele, mert ennek tényleg nincs értelme. Semmi értelme nem volt annak, hogy nem te haltál meg, hanem ő halt meg. Ugyanazzal az erővel te is meghalhattál volna, és most ő élne. És a vak szerencsén múlott az egész. És ezt az ember nem tudja földolgozni. Tehát ez így nem megy. És kell találni valami értelmet. És akkor az az értelem, amit talál, hogy azért alakult így, azért maradtam életben, hogy fennen hordozzam ezt a holokauszt zászlót, vagy ezt az emlékezetet, vagy a fáklyát, vagy hogy hívd, ahogy akarod, hogy ez ne ismétlődhessen meg többé. Holott baszottul nem akar megismétlődni többé, szó nincsen arról, semmilyen körülmények között, nincsenek meg a körülmények hozzá, semmi nincs meg hozzá. Azért van igény. Tehát azért... Mi arra, hogy nácizmus, hogy hatalomra kerüljenek hitlerek, ennek van racionalitása szerinted? Ma Európában? Ebben a Ja, most komolyan beszélünk, vagy... Komolyan beszélünk. Jó, van. Hát bazd meg, ilyen hülye, provokatív izére mit lehet válaszolni? Jó, szóval... Persze, hogy nincs. Nincs. De viszont van egy valaknyi ember, aki nem tud megnyugodni, és ezért egy szabadságharcos helyzetbe kell magát hoznia ahhoz, egy antifasiszta relációba kell hoznia magát ahhoz, hogy értelmessé tegye azt, ami a holokauszt idején történt, a saját túlélését. És a legdurvább az, hogy az országnak az ország lakosságának a durván fele az ebben a helyzetben hozta magát, anélkül, hogy bármilyen zsidó rokona vagy hozzátartozója lenne, egyszerűen érzelmileg. De az országnak a fele az egy egyszerűen ilyen judeofil. Vagy hogy fogalmazzak neked? Antifasiszta érzelmű, pusztán azért, mert a holokauszt az ilyen nagyon erős hatással volt a környezetére, a szüleinek a környezetére. Azért az egy borzalmas esemény volt, ami egy csomó keresztény embert is megviselt. Vagy vallástalan embert megviselt. A baloldaliak, akik baloldali érzelműek voltak, vagy szociáldemokraták voltak, vagy komcsik voltak, azok alkatilag inkább voltak hajlamosak erre, hogy ezt átérezzék. Az a lényeg, hogy ebben az országban rengeteg ilyen holokauszt jajveszékelő ember van, aki abszolút nem is zsidó. És nem is kell hozzá zsidónak lenni. Ők, mit tudom én, ők tiszteletbeli zsidók, vagy nem tudom. Egyszerűen nekik érzelmi szükségletük ezt a háborút folytatni, ezt a kvázi a második világháborút, tehát legyőzni, újra meg újra legyőzni Hitlert, újra meg újra megvívni a Kurszki tankcsatát, és újra győzni, vagy nem tudom. Újra győzni, és újra legyőzni. Mert hogyha ennek a háborúnak vége, akkor mi a szart kezdenek magukkal, akkor hogy igazolják maguknak, hogy túléltek? Ha nincs vége a háborúnak, akkor világos, hogy miért éltek túl, hogy megnyerjék a háborút. Érthető ez valamennyire? Akkor szerinted nincs fasiszta veszély. Nem, szerintem nincs fasiszta veszély. Nem Hitler, meg náci, hanem békésebb fasizmus. Nem látok esélyt arra, hogy jövőre a Jobbik többséget szerezzen a parlamentben, de még csak arra se, hogy kisebb koalíciós pártként a Fidesz seggéből kibecsúszkáljon. Na, nem látok, bocsánat. Nem. Én kérek bocsánatot minden túl és nem élőtől, nem látok erre esélyt, de tényleg, tehát ez a politikai prognózisom. Igen, tényleg, annyi ilyet írnak az újságok, azt hittem, ami... A meghökkentőbbet mondasz, hogy mit tudom. Náci veszély! Szar.
Na, beszéljünk akkor filozofikus témákról. Most már kifasisztáztuk magunkat. Jó, szóval úgy értem, hogy holokausz sérül. Tehát, hogy a Parakovácsot, a Parakovácsot hoztad szóba, tehát szerintem a Parakovács is egy ilyen tiszteletbeli holokausz sérült. Tehát, hogy ő ilyen egyszerűen... De egyszerűen, hogy mondjam, lehet, hogy ez a szüleinek az élményvilága, amit ők átadtak neki, lehet, hogy a Magyar Narancsban, vagy a Népszabadság szerkesztőjében szerezte ezt a szocializációt, hogy ott vált ezzé, nem tudom, nem lehet tudni igazából, nem zsidó, és mégis baszki, egy ilyen nem tudom én, egy ilyen gépontja, mégis növesztett egy ilyen gépontot, ahol így mit egy megbirizgálod, és vért, és epét, okád, és nem tudom én is, érted? Aha. Egyszerűen, de nyugi, mert a jobboldaliaknak is megvan ugyanez a gépontjuk, mit tudom én, próbáljál meg viccelődni álmos vezérrel, vagy nem tudom. Nem tudom én, hát nem kell álmos vezér, próbáld meg újra megrendezni a István a királyt és kézbe az meg. Hát, azt hittem, azt mondod, hogy újra megrendeznek Koltai féle honfoglalás filmet, mert az tényleg viccelődés számba menne. Próbáld újra megrendezni a kitelepítés terecskre. Mindegyik hisztériázni fog figyelben. De a zsidók is voltak. Minden burzsúly ment. Koedukált valami volt. Egyéb iránt... Most ez miért olyan vicces? Kurva szomorú. Most számoljál. Na most itt a pillanat. Na mi tetszik annyira? Mi olyan vicc? Szeretnénk mi is nevetni. Na. Szeretnénk látni azt a levelet. Hozd csak ki szépen. Szóval, visszatérve erre, tehát erről mi a véleményed egyébként, hogy viccesek-e az ilyen szimbólumok, vagy pedig szomorúak, vagy betiltani, nem betiltani? Szerintem abszolút nem szabad betiltani, és úgy tökéletesen egyetértek veled, azzal, hogy lefolytjuk, azzal démonizáljuk őket. És tehát erőt adunk. És persze, hát a démonok uralkodni fognak fölöttünk, mivel hogy, ha te nem nézel bele az ő szemébe, akkor ő fog nézni téged, méghozzá a hátad mögül, akkor is, amikor ott sincs. Tehát így hátra nézel, nincs ott, de ahogy visszafordítod a fejed, már tudod, hogy ott van mögötted, és néz. Ez ismerős pszichológiai mechanizmus. Miért? Mert félsz tőle. Amitől félsz, az uralkodik fölötted. Amitől nem félsz, a fölötte uralkodsz. Most az, hogy betiltunk szimbólumokat, az mi másnak a jele, mint a félelmünknek. Hogy mi félünk ezektől a szimbólumoktól. Ezért ezek a szimbólumok uralni fogják az életünket, ezért... Bonyolultabb. Vagy pótcselekvés. Tehát akik betiltják, azok szerintem egyébként nem félnek, azok ugyanazért tiltják be, mint a dohányzást, mert valami kemény politikai lófaszt akarnak csinálni, amivel valakik előtt valamit bizonyítani akarnak, és más helyett meg ilyen pótcselekvést csinálni, és van egy befogadó közeg, akik félnek, és akik örülnek, hogy betiltják. Jó, világos. Nem hiszem, hogy az ő félelmükre bazíroznak a politikusok. Igen. A politikusok... De azok nem félnek, azok cinikusok. Félnek azok csak attól, hogy esetleg nem jutnak be a következő ciklusba. Ja, persze, a horog keresztet fénytetteitől, hanem a világos. Hú, bazd meg, elfelejtettem, valamit akartam kérdezni, így a Parakovácsról. Na már mindegy. Mit akartam kérdezni, tudjátok? Személyviselkedés. Ti meg mi a faszt kerestek itt? Na? A szemműtétem. Fú, nagyon fú. Ez kurva izgalmas téma, mi? Fú. És most látta új valaki a, látta valaki a mechanikus narancsot? Gép narancsot? Amikor kifeszítik a Malcolm McDowell-nak a szemét, és így csöpögtet. Hát az lófasz volt a szemműtéthez képest. Tehát én szívesebben néztem volna Beethoven zenére. Nácikat Beethoven zenére. Egyébként tényleg... Lehetséges, hogy nem értetted teljesen azt a filmet. Az a film nem arról szólt. Tehát nem az volt a kínzás, hogy kifeszítették a szemét. Az a film az arról szólt, hogy kapott egy nagyon durva, pszichoaktív szert ivénással, és azért feszítették ki a szemét, csak hogy ne tudjon máshova nézni. És az erőszakot kell és az erőszakot látni, hogy megcsömörről jön. De igen, de ő valójában nem attól szenvedett, hogy feszegették a szemét. Hát ő a Beethoventől. Nem a Beethoventől. Nem. Hát az erőszak... a szertől, amit kapott, ami aszociatív viszonyba került mind az erőszak látványával, mind Beethovennek a 9. szimfóniájával. Figyelj, majd megbeszéljük utána, hogy miről is szól ez a film. Egyébként nagyon jó film.
Még párszor megnézed, megérted. Én csak ötször láttam, és a könyvet is olvastam, az angolt is, meg a magyar, már magyarul is, angolul is, és hát úgy én azt hittem, hogy így megértettem. És nekem arról szólt, hogy kifeszítettek a szemeit. És az úgy fájtott neki. Fáj a szemének! Úgy kondicionálták az erőszak ellen, hogy feszegették a szemét. És a szem a legérzékenyebb. Hát mielőtt olvastam egy barátomnak a pornó novelláját, aminek az a vége, hogy a hermafrodita ilyen búvárruhában szexel a csávóval, és akkor két ilyen injekciós tűt, így egyszer egy gomnyomásra benyom a csávónak a két szemébe, és az lúgott fecskend ez a szemgolyóba, és a lúgról tudni való, hogy az úgy kitágítja az üvegtesteket, és egy kis robbanásszerűen végez a két szemgolyóval, és akkor az elélvezés pillanatában csinálta ezt a hermafrodita, és akkor így az elélvezéssel halt meg a főhős. De ez már negyedik etap volt, mert az első az az volt, hogy egy bárány dugott, és a báránynak rátekert a fejére, az a második volt, egy birkát befogott egy satuba, és dugta hátulról a birkát, és amikor elélvezett, egy satut így gyorsan rátekert, hogy így összenyomja a birkának a fejét. Tehát ez a... Na mindegy, térjük vissza a Nácikra. Elé a Veszkére sikerül gyorsan elmenni? Hát gondoltam, hogy Puzsérnak ez jó lesz. Én csak olyat láttam, hogy volt egy olyan leírás az egyik pornófilmről, hogy a szexjelenetben bekapcsolódik Maci a kutya is. Igen. Ezek kurva sok azt hiszem, ez nem a Nagyi és az unokák. Volt olyan. Nagyi és az unokák, amiben bekapcsolódik be a Berni pásztor is. Maci a kutya is. A szexjelenetben bekapcsolódik Maci a kutya. És az a csodálatos, hogy Maci a kutya úgy történik, hogy ő megjelenik közben, mint egy inflagranti, találja a Nagyit meg az unokákat. És hoz egy döntést, hogy ő bekapcsolódik, úgy megkívánja. És akkor ő bekapcsolódik. Tehát nem az történik, hogy megfogják a kutyát, megbasszák, meg nem. Maci a kutya bekapcsolódik. Tehát ilyen 40. percnél megérkezik, és azt mondja, hogy ez nem is rossz. Így kedd délután. Maci a kutya. És csatlakozik. Csak fél hatkor színházba kell indulnia, úgyhogy csak egy rövid etapra, de addig is jó étvágyjal. Szóval, ez csodálatos volt. És volt olyan is, hogy hal. Amikor az élő halat fölrakják a nőnek a pinájába, és ott haldoklik. Én ennek különböző. Ennek a cyberpunk változata, amikor a mobiltelefont rakod föl és fölhívod. Az oké, de én egy olyan japánt láttam, egy olyan japán pornófilmet, hogy körülbelül ilyen 10 ilyen kis apró angolnát nyomott föl a csajnak, és akkor az utána kivizéte magából, nyomta, és megették nyersen az ilyen angolnákat, ez egy japán cucc. Szóval a japánok mesterek. Egészséges társadalom, valóban. A japánok Például a bugyi automata intézménye, azt nem tudom, hogy ismeritek-e. Hát használt bugyikat lehet a bugyi automata szagolni. Az a lényeg, hogy két oldala van a bugyi automatának. Van a bemeneti oldal, meg a kivételi oldal. Most, ha mondjuk egy ilyen kis, nem tudom én, 14 éves kis hambas picsa vagy, akkor elmész a bugyi automatához, beledobod a bugyidat, és kapsz érte mondjuk 6 jent. És az a jó, hogy elmész, és 4 jenből veszel egy új bugyit, és a maradék 2-ből pedig veszel magadnak fagyit, vagy amit tetszik. Ez a haszna. És jön a kivéhet cégvezető, aki ilyen lánybugyikra akarja kiverni. És oda megy a másik végéhez az automatának, bedob egy falakpénzt, de mit tudom én, 30 jent, és megkapja a használt bugyit. És bazd meg, ennél nincsen zseniálisabb, mert nem kell csinálnod semmit. Tehát fölállítod az automatát. Az automata. És bazd meg, az automata így gyűjti a pénzt, bazd meg. Ilyen bugyik mennek át rajta, és így gyűlik benne a pénz, és nem szolgáltatsz lófaszt se. Nem tudom, de én biztos, hogy folyamatosan vinném a Magyarországon, ezt nem lehetne megcsinálni. Tehát Japánban, én minden szírszaromat beledobálnám abba a képbe. Rengetegen elélveznének, ez nekem is jól esne. Nekem jól esne, hogyha sok férfi elélvezne az alsó nadrágomtól. Mi van Japánban?
Norma, ez van, hogy norma követően. Norma, ez pont ebből is látszik. Tehát, hogy ő más bugyiját be nem dobja, sajátját csak használtan. Jó, beleélvezett, akkor már be, akkor beledobja. Nem, a Claudia azt akarta mondani, hogy a norma követést, ezt a fasisztóid lelküket kompenzálják ilyen perverziókkal. Ja, értem, akkor mégiscsak, hogy mitől mégiscsak működik nekem a kép. Jó van. Én filozofikusabb megoldás, vagy hogy is mondjam, hozzászólásra gondoltam. Hát a fasságot, igen. Nem fasság, nem. A fasiszta perverz, ez köztudat, hát ezt mindenki tudja. A kópcsi. A Führer az állítólag kizárólag segbe volt hajlandó kúrni Évát. Tehát... Valakinek nem tetszik, valaki tiltakozik, ezt a hülyeséget, ezt felháborító, egész harmadik birodalom nevében tiltakozom. Mindenki csak segbe, ki van zárva? Ezt mindenki tudja, ez köztudott. Hát ott voltak. Leírta az orvos. Nem biztos, hogy a Führer beszélt erről, lehet, hogy Éva. Azért őt is érinti a dolog, most bocsánat. Én értem, hogy a Führer szavának sokkal nagyobb hitelt tulajdonítunk, mint Éváénak. Éva Braun... Egyik a maga a birodalmi Führer, a másik meg egy kis kurva. De... Éva Braun titkos naplója. Az milyen csodálatos, a Führernek sem voltak elköteleződési problémái. A halála előtt 4 perccel elvette Évát, az milyen az vetted a jézsit. Kurva jó. Várjál, erős lehetne ilyen állatból, és beszállt Blondi a kutya is, mert tudod, volt egy kutyájuk. Az öngyilkosság sorozatban bekapcsolódik Blondi a kutya is. Kutyát is ott megmérgezték, hogy lelőtték. Ők érte. Felajánlották Blondinak, hogy elhagyhatja Berlint, és Blondi mondta, hogy nem, én maradok Führerem. Még pikizett is így van az állat. Egy kapszulát haszabad. Egy jó Blondi. Jaj, de mélyre süllyedtünk. Na, elmondom a novellának az első fejezetet. És a harmadikat sem? Mert csak a másodikat és a negyediket mondtam. Én kíváncsi vagyok. Várj, az eleje az úgy kezdődik, azt mondja, hogy így kezdődik, hogy ó Szűz Máriám, add, hogy egy nagyot élvezzek, mondta Péter, amikor a nem tudom hány napos vízi hullának a kocsonyás szemébe illesztette a falloszát. És akkor utána egy hosszas... Illesztettük egy katonát. Utána egy hosszas leírás következett, hogy titkárnő holttestet keresgélt napokig, hetekig a folyóparton, de végül is megelégedett a 50-es könyvelőnek a holttestével, mert csak az fulladt bele a vízbe. És akkor De most komolyan, tehát most így, én volna egyetlen kérdésem. Ha tele van a fejed ilyen fasságokkal, szó szerint fasságokkal, most nem a legjobb az, ha megírod, és utána előadod, és elmondod, mint egy olvasmány élményt, most őszintén. Én is ezt tenném. De esküszöm, tehát most így, ezek démonok. Ha nem írod le, talán még meg is csinálod. Nem most, lehet, hogy 20 év múlva, de megbaszol egy hullát. De ha már most... Jaj! Azt mondta, megbaszok egy hullát! Szóval, és... mint ha megbasztam volna egy hullát újra. Szóval... És leírod, és lehetséges, hogy ki tudod élni. Mert átélte. És ki az, aki ezt átéli? Aki az ilyeneket szeretné csinálni. Tehát mi így röhögünk rajta, mert mi nem éljük át. Aki borzong rajta, átéli, abba ott van, tessék, arról szól ez a novella. Jó, szerintem, hogy mondjam, hát ezek is démonok. És ez az egész úgy működik, hogyha nem hozod föl a felszínre, hanem lefolytod, attól az még ott van. És szépen, lassan meg fogja repeszteni a falat. És hogyha nem gyakorlod, ha nem válik gyakorlattá az, hogy minden nap, vagy hogy folyamatosan pszichoanalízisben tartsd magad, és ezeket a gondolatokat folyamatosan fölhozd, és megtaláld a csatornáid annak, hogy ezek a felszínre jussanak, hanem lefolytod, akkor ezek a személyiségeddé integrálódnak, hogyha érthető. Tehát ez azzá válsz, ha nem választod le, ha nem választasz egy technikát arra, hogy valahogyan leválaszd magadról, akkor azzá válsz, és egy nap megbaszol egy hullát. Tehát, hogy így
Lehet, hogy 20, mondom, lehet, hogy 20 év. De az alatt a 20 év alatt viszont látásra nem szerettünk volna nagyon nagy problémát lelkileg. Szóval... Egyébként figyelj, a csávó utána a hullával azt csinálta, hogy oda támasztotta a hűtőszekrény ajtajához, és keresett neki egy műszemet, de mivel ez még a Kádár korszakban játszódott, hiánygazdaság volt, és nem talált emberi műszemet megfelelőt, és ezért tigris, ilyen tigris műszemet talált, és ilyen iszonyú nagy lett a hullának a izé szeme, és ez neki azért kellett, mert utána jött a birkával való satus szeretkezés. Ne durváskodjunk, azt szeretném kérni. De várjál, és a hullának kellett ezt végignéznie, és akkor azt mondja, hogy remélem tetszeni fog a látvány, és de azt tigris szemmel nézte, tehát a műtigris szemmel. Lenne egy kérdésem, hogy mikor folytatok bele ebbe a bulvár alpáriságba? Tehát így az, hogy az analízisnek vannak különböző mértékei, elemei, lehetőségei. Mi az Isten? A Puzsér a csillag születik óta velem meg az történt, hogy kicserélték a szememet és beültették egy halott ember szemlencséjét. Láttad a Szem című japán horrorfilmet, remélem? Tehát velem ez történt, és azóta... De most mindent lát, amit a halott ember látott, akinek a szemét megkapta. Most mit csináljon? Az meg birkákat baszott. Hát most... Azok az idők elmúltak! Minden elmúlik! Még a harmadik birodalomnak is vége lett! Minden múlandó, törekedjetek fáradhatatlanul. Ezek voltak Buddha utolsó szavai, mielőtt a Mahápari nirvánába távozott. Na ez a Buddha is egy kurva érdekes kérdés. Azt olvastam itt, de igen. De ha elolvastam volna, sem osztottam volna meg mással. A Buddha? Bocsáss meg! Biztos, hogy biztosak vagyunk ebben? Aki budás akar lenni, pokorra kell annak menni. Elmondjam, hogy milyen pokolbeli kínzások voltak a buddhista meg a hindu szemszövegekben? Mindjárt érdekes, mindjárt a sznobizmus két kis csillaga az arcán fölcsillag. Ha nem egyik hülye haverom írt volna egyébként porno, ez ilyen porno kicikiző novellák voltak, tehát ő nem volt se perre sem, egyébként egy arra a drága emberre ezt mondani, birkának a fejét szétlocsantott, akkor megbaszta a csatúval. De ő ezzel a pornonovellákat cikiztek ki. Én értem. Metapornó. Meta. És ha bezzel képmutató vagy ám, kis hölgy, kedves Saci, ezért képmutató vagy, mert hogyha persze hindu halottas könyvekben van ilyen, hogy mit tudom én, fülét hatszunk körül tekerik a nyakán, és tüzes vassal, mit tudom én, tesznek be a valagába, mit tudom én, tüzes vasat, meg hasonló dolgokat. Egyébként ennél fantáziadúsabb a hindu halottas könyv, egyébként lehet, hogy a következő alkalommal elhozom. Milyen bűnökre, milyen büntetések, kurva jó, ilyen szadomazó irodalom. Na az bezzek szent, mi? Mert indiai templomba bemennek, ott basznak, szopnak, nyalnak, minden van. Az a szent lófasz, miközben egyébként valószínűleg arra is gerjedtek, csak azt egy szakrális kultúrában azokat az energiákat másként használták. Tehát más, mint a mi civilizáció. Tehát valahol igaz a szakrális magyarázat. De ez az ilyen steril magyarázat, én ezt bírom legjobban, amikor régész hallgató voltam, akkor múzeumban itifallikus szobrot látunk, hát az meg áll a fasza. Ugye menjél ugyanazt a dolgot másként, lehet azt olyan steril módon mondani, hogy az ember utána mitől hiába lát ókori pornót, úgy érzi magát, mint egy kicsavart vatta az egész alteste. Az lenne, tehát ez annyira ez a sterilitás. Itifallikus, meg termékenységi szimbólum, miközben basztak ekkora fasszal. Tehát tényleg, obszén szobrok. Azért kérdezem, mert te tényleg régész voltál. Nem nyomasztó dolog ilyen 3000-3500 éves dolgokra kiverni? Nézd, volt egy kolléganőm, azt is Farkasnak hívták, félig amerikai, félig magyar volt, Farkas Elizabeth, az megkóstolta, az ilyen vegyész is volt és régész, és az megkóstolta a múmiákat. És mikor arra gondoltam, hogy hát ő ilyen 3-4000 éves húst kóstolgat, akkor azt mondtam, hogy kiverni mégis jobb, mint megenni. Jól válaszoltam? Jó, igen, azt gondolom, hogy ezzel igazolod minden ocsmány perverségedet. A harmadik fejezet... Még mindig jobb, mintha megessed volna. Azt mondja, csak közkívánatra. Egyébként nagyon érdekes ez a Buddha is. Hogy ez a Buddha, ez hogy halt meg? Meg ez az egész Buddha sztori.
Buddha gombamérgezésben halt meg. Véreset fosott. Gombamérgezésben halt meg. Nem biztos. Hát, a vaddisznó kövérje, ez máig vita van, hogy az egy gombafajtát jelent, vagy tényleg vadhúst. Tudnélik, hiába voltak vegetáriánusok a buddhisták, hogyha adományba kaptak, az adomány, az alázat nagyobb volt, mint a húsevés tilalom, akkor bizony még a kutyahúst is meg kellett tenni, ami a legtisztátalanabbnak számított a régi Indiában. Szóval hogy ő végül is egyszerűen egy mérgezésben halt meg. Itt van egy ember, aki azt állítja magáról, hogy ő beteljesítette az emberi létezést, ami ugye a maga nirvána, a teljes megsemmisülés. De mit jelent ez vajon? Nem megsemmisülés, de mindegy. De valami olyasmi, megmindenülés, most te így jobban szereted. Na, de most ugyanarról beszélünk. Tehát, hogy ott itt van egy ember, aki egy ilyen békés ember, tehát így látszik, hogy egy ilyen, van benne egy ilyen nagy lelki béke, de hát ilyet nagyon sok mindenkiben látunk, mit tudom én, Vizi El Szilveszter is egy ilyen békés ember, na most én ugyanezzel az erővel, és így azt állítja, hogy én beteljesítettem azt, ami itt a Földön így a létezésnek a lehetősége. Ez az állítás. Tehát így és nekem már nem kell újra születni. Holott ez az egész újraszületés dolog is egy fikció, hát most így azt állítják, de ő azt állítja, hogy ő ebből kilépett, ebből a rendszerből, majd jóvatlanul eszik valami gombát, vagy valami rossz húst, és ilyen kínok között így meghal. És ebből lesz egy vallás, és így nem tudom én századokkal később is, azt kell mondani, hogy az az út, amit a nagy Buddha csinált, mert ha te is így csinálsz, akkor a végén nyomorultul fogsz kiszenvedni. És föl se támadsz. Ugye Krisztustól és a keresztet váladra kell venned. Igen, de ott a feltámadás azért ad egy másik bukét a dolognak azért a végén. De itt ebben az esetben ennél a Buddhánál, tehát hogy én mindig zavarban vagyok. Egyrészt zavarban vagyok ezzel a reinkarnációval. Mire inkarnálódik? Ugye a lélek. De a buddhizmusban nincs lélek. De ha a buddhizmusban nincs lélek, akkor nincs reinkarnáció, de ha nincs reinkarnáció, akkor meg mi a szarért meditáljak? Fogok egy pisztolyt, fejbe lövöm magam, és elértem azt, amit a nagy buddhának az meg 30 év volt. Nekem az 3 perc. Tehát most én annyira szeretném érteni, de akárhány buddhistával beszélek, csak nagyobb a zavar a fejemben. Tehát így egyik se tudja kielégítően megmagyarázni ezt a dolgot, és mégiscsak te vagy Magyarországon a legvitatottabb ilyen buddhista, aki legtöbbször ér az a vád, hogy nem is buddhista, hanem komcsi. Ezért... Kinek a részéről? Részemről. Az meg, hogy buddha kommunista volt. Köszönöm. Ő maga mondta, hogy a termelőeszközöknek a teljesen egyenlő elosztása az a boldogságnak a kulcsa. Ezt szó szerint tulajdonéztem. Világos. Igen, egyértelmű. Tudod, miből vezet el a kasztokat? A rizstermelésből. A rizstermelés problématikájából. Igen. Jó. Szóval, hogy én ezt azt szeretném érteni, hogy mondjuk azt mondja, hogy nincs lélek, akkor mi vándorol? Ha nem vándorol, semmi. Ha nem vándorol, és egyszeri az élet, akkor miért kell kiszállni a kerékből? Mi az a kerék, amiből ki kell szállni? Elmondjam, hogy mit tartanak? El lehet hinni, vagy nem lehet elhinni, most tök mindegy. Lehet, hogy fantasztikus, elmondom, hogy van ez az egész. Úgy van, hogy maga a létkerék is illúzió. Tehát nincs valós mozgás. Tiszta tudat van, és a tiszta tudatot milliónyi tapasztalat beszennyezi, és egyedi tudatok jönnek létre végtelen számba. Ezek hozzák létre a különböző tereket és az időket, de ez csak egy illúzió. Tehát magyarán te egy nagy világtudatnak vagy egy kis fényi része, amit te úgy érzed, hogy te egy időben mozogsz, meghalsz, és mit tudom én, micsoda, vagy megszületsz és megmurdelsz, de ez valójában ez igazából egy illúzió. És hogy a bizonyos meditációs szinten te úgynevezett előző életekre visszaemlékezel, az nem az volt, hogy a Puzsér Robert volt az valamikor, hanem te egy másik időbe és térbe lövő tudatba látsz bele. Misztikus. Belelátsz valaki másnak, valahol máshol az életében. És még tovább mennek, Puzsér Robert sincs, mert az is illúzió, tehát amikor te gyerekkorodra visszaemlékszel, mondjuk milyen volt a
kakaó íze, ez a Prusti emlékezéssel. Tudjátok, ez a önéletrajzi emlékezésnek is nevezi a pszichológia, tehát nem az, amikor ez a memory terror, hogy ez és ez történt, hanem amikor tudatállapotokra emlékezünk vissza, és akkor olyan egész más, ilyen nagyon furcsa állapotba jutunk, tehát visszajutunk egy pillanatra abba a gyerekkori állapotba, akkor is te egy másik tudatba. Mert hogy a gyerekkori puzsér nem azonos a mostanival, mert kicserélődtek az összes ilyen pszichofizikai hordozó elemeit. Ezt mondja a buddhizmus. Nem kell elfogadni, de ezt mondja a buddhizmus. Értem. Nem így, ahogy mondom, hanem egy hosszabban részt. Tehát akkor nincs több élet, tehát nincs lélekvándorlás. Nincs lélekvándorlás. A félelemtől szabadulsz meg tulajdonképpen, amikor a úgynevezett lélekvándorlástól megszabadulsz. Tehát ha viszont nincsen, szenvedéstől. Ha viszont nincsen lélekvándorlás, és egy élet van, akkor miért lenne jó, vagy miért lenne helyes azt az egy életet meditációval tölteni? Miért az szabadít meg a szenvedéstől, miért nem az, hogyha azon nyomban kinyírom magam, és megsporolom a 30 év meditációt, és utána azt a 8 óra borzalmas kinkeserves szenvedést a gombamérgezéstől? Mert kinyírni magadat is szenvedés. Félelemteli cselekvés azért. Aha. Tehát nem az a lényege az, hogy kinyírod magadnak, hogy akkor utána te pokorra kerülsz, vagy akárhol kerülsz, hanem hogy az rosszabb, mint a meditáció. És nem ismersz meg, nem tudsz meg semmit, ostobán ér véget az etap. Ennyi. És miért jobb, ha megtudsz valamit? Hát, mert az felszabadít. Mondjuk például. Más lesz. Tehát akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy a meditáció semmi másról nem szól, semmi másért nem jó, mint a lehető legélvezettelibb élet megvalósítása. Tehát a legjobb kaland. De nem a hedonista értelemben. De figyelj, ha a hedonista értelemben választod, annak nyilván megvan a böjtje. De a meditációnak nincs meg a böjtje, tehát az optimumot a meditációval éred el. Így van. Tehát akkor az egész tulajdonképpen arról szól, hogy a Buddha az annyit állít, hogy... Megszabadulsz a szenvedéstől, ennyit állít és nem többet. Ennek az ára, hogy az éned föloldódik. Tehát megszűnsz. Megszűnsz individuális létezőként lenni. Ez az ára. És a buddhizmus hogy viszonyul a bárdóhoz? Tehát a tibeti halottas könyvhez. A tibeti. Na, az eredeti buddhizmusban nincs bardó, tehát nincs a halál és újraszületés közti átmeneti állapot. A tibeti, hogy mondjam, de ez már vallástörténeti téma, tehát Tibetbe átveszik azokat a buddhista dogmákat, hogy nincs egyéni lélek, meg minden, de mégis van. Csak másként nevezik, de más a funkciója. Tehát a népi vallásosság, amikor elterjedt a buddhizmus, és létezett a Mahayana, és különböző irányzatok vannak, akkor az eredeti vegytiszta buddhizmus fölhigult, mint minden vallással. Ez történt, és mindenféle helyi hiedelem benne van. Ilyen a bardó. De a bardó egyébként az eredeti régi buddhizmustól teljesen idegen. Idegen tanítás. Szomorú, mi? Na, folytassan. Mi itt? Válaszoltam a kérdésre. Valami kérdés? Robi, esetleg? Szóval... Várj, szóval én el tudom képzelni, aki azt mondja, hogy bazd meg, ezt egy európai ember nem tudja fölfogni, ez nem nekünk való. Azt is el tudom képzelni, aki azt mondja, hogy hát bazd meg, miért? Egy barátom egyszer azt mondta, hogy tulajdonképpen úgy érti a buddhizmust, akinek ebből az egészből tele van a töke, az úgy kipucol a világból. Már mentálisan, most nem csak arról van szó, hogy erdőbe megy, vagy kolostorba. És de hogy valahol lehet, hogy ez egy tévút, és az az igazi, amit a madács írt, tehát az ember küzdés bízza a vízzel, akkor is, hogyha reménytelen a küzdelem, ez egyébként inkább egy keresztény. Én tökéletesen megértem, hogyha valaki ezt mondja. Tehát én nem védem a buddhizmust, én csak annyit mondtam, hogy ők mit állítom. Hát én azt gondolom, én ez alapján, amit most itt elmondtál, azt gondolom a buddhizmusról, hogy így nem vallás. Tehát, hogy ez nem vallás. Nem, ez egy ilyen, körülbelül egy ilyen, nem tudom én, egy ilyen életvezetési tanácsadás, körülbelül olyan ilyen, nem tudom, Norbi update-szerű dolog. Tehát, hogy ez ilyen, de tényleg, tehát, hogy ez egészséges, hogyha nem tudom én, sok húst eszel és kevés szénhidrátot. Tehát kb. Ezen a szinten van, tehát ez alapján. Ez egy hülyeség, amit mondasz. De az evangélium az azért nem ilyen. Önmegváltás. De az evangélium, hogy mondjam, tehát, hogy itt nincs, hogy mondjam, például a buddhizmus egy csomó dologgal például nem is hajlandó foglalkozni.
Hát az, ilyen kérdésekkel, hogy mi a világ, mi végre a világ, mi az Isten, mi az ember viszonya a világhoz, tehát, stb. A világ te magad vagy, tehát te teremted abban a pillanatban, ahogy nézel. Igen, de ez nem igaz. De ezt tudjuk, hogy nem igaz. Tehát, hogy így tudjuk, hogy a világ mienségét, azt te teremted azzal, ahogy nézed. Ez igaz. De magát a világot létezőként, létező gyanánt nem. Tehát az nem igaz, hogy azáltal, hogy nézed, azáltal létrehozod az entitását a világnak, a világ entitást. Két dolgot tudok egészen biztosan a világról, és azon kívül merő kétség van bennem. És ez a két dolog közül az egyik az az, hogy valami van, kétségbe vonhatatlanul van, és a másik az az, hogy ez a valami, ami van, ez egy. Ez egy valami. Tehát nem valamik vannak, hanem ez mind egy. Az összes többi dolgot nem tudom. Tehát amikor azt mondod, hogy te hozod létre a világot, azzal, ahogy látod, annyiban igaz, hogy te hozod létre a világot olyannak, amilyennek látod. Tehát te projektálsz egy csomó mindent a világba, abból, ami a fejedben van. De az nem igaz, hogy a világ az nincs, hogy ne lenne létezés. Ez tagadhatatlanul van. De a meditációval oda térek vissza a létezésbe, tehát az egyhez. Tehát, hogy az egy lesz bennem, és én benne fölébredek. Tehát, hogy a meditáció egy ilyen fajta művészet. Egyébként szerintem meditáció nélkül, meditációs élmények nélkül meditációról beszélni, és aztán ostobán megállapítani, és viccelődni, hogy ez Schobert Norbi, meg mit tudom én, tehát ez Robi, ez a magadat járatod le. Vazd meg, próbáld ki, hogy meditálj, hogy kövess egy ilyen izet, és akkor utána meglátjuk. Hát bazd meg, hát hogy lehet ilyet mondani, érted? Hogy lehet, jaj, de hogy ez a nyárspolgári megbotránkozás, tehát bármi ezen a színpadon elhangozhat, bárányokba élvezhet, szétlocsanthatod az agyukat egy satúval, bármi megtörténhet, de a nagy buthára azt mondani, hogy Schobert Norbi, na jó, azért most már Robikám, vegyed észre magad. Magadat járatod le ezzel a dumában, ha ugye erre most. Tényleg, hogy egyszer is mindenkor most így Sztálin, meg Hitler, meg ilyenek, tehát azért tudjuk, hogy hol van a viccnek a határa, azért a Utva meg a Schobert Norbi, ne haragudjál! Sok! Tehát azért vegyünk vissza, azért legyen egy pont, ahol a határ, bazd meg! És azon ne lépjed, azért bazd meg! Robi, figyelj! Te nagyon buta vagy. Én nem azt mondtam, viccel, hogy a buthával, hogy mondd azt, hogy mit tudom én, bekaphatja a butha a faszot. De csak magamat járatom le ezzel! Hanem arról ne ítélkezz, bazd meg, amit nem ismersz. Ennyit mondtam. Állítólag főiskolát végeztél valamit. Arról van szó. Tanítóképzőt, vagy óvónőképzőt. Nem ismerem, most hallottam először a buddháról, te tőled. Most még nagyon-nagyon frissek az élményeim. Elhamarkodtam ezt a véleményt. Tehát így nem ismerhetem olyan jól a nagy buddhát, mint ahogyan te, Hitlert, Sztálint, vagy a megbaszott bárányt. Tehát nem lehetnek. Az én élményeim annyira elmélyültek ebben a témakörben, de én igyekszem, én törekszem. Ha tudom, megbaszom a buthát, és szétlocsantom a fejét egy satupaddal. Esküszöm, ha módomban áll. El sem mondtam még neked a harmadik fejezetet, Bakker. Ez a... érted? Lenne egy érdekes kérdésem. Biztos, hogy érdekes? Az emberi megtapasztalás határait alkalmasnak tartjátok-e arra, hogy a meditáció révén kiszakadjunk a téridő valóságból, és ezáltal a fizikai valóság fölé emelkedjünk? Abszolút, mert ugye persze. Persze, tehát a buddhák utaznak minden időben, minden téren. A nirvána az ezt jelenti. Ez akkor azt mondod, hogy bárki válhat buddhává? Bárki. Nem bárki válhat buddhává, mindenki buddha bizonyos szempontból. Még a Puzsér is. Még annak is van buddha természete, tehát a fűszárnak, meg a éti csigának van, akkor a Robinak is van. Ja. Az üresség. Hitler kiirtott volna még 3-4 millió embert, akkor Puzsérként született volna újra, de... Szóval... lássuk csak. Szóval nekem az a bajom ezzel a buddhizmussal... Amit nem is hogy az egész egy... De ez sosem érve akkor, amikor bárányokat baszunk, ugye? Basztál-e már bárányt? Locsantottál-e már bárányfejet satúval? Ilyenek még nem merülnek föl, ugye? Bocs, én nem azt mondtam, hogy mekkora fasság bárányt baszni és a fejét satúval szétlocsantani, hanem hogy volt egy barátom, egy tengerbiológus egyébként, aki
pornó szatírákat írt, ilyen szadom az a pornó szatírákat, és milyen vicces az, hogy ilyeneket írt. De személyeskedjünk egy kicsit. Te nevezed magad buddhistának, amikor estéről estére itt iszod magad hülyére. Mit mondott a nagy buddha az alkoholról? Mit mondott a nagy buddha az módosult tudatállapotokról? Rengeteg buddhista mester volt alkezd, bazd meg. Kurva sok. Soroljam neked? A 84 maaszintából 80... Mit mondott a nagy buddha? Mit mondott a nagy buddha a tudatmódosító szerek használatáról? Semmit nem mondott. Azt mondta a nagy buddha, hogy eleve egy torzult valóságot látunk, ne torzítsuk tovább. A hétköznapi valóság is torzult valóság. Erről egyen ezt mondta. Igen, ezt mondta a nagy buddha. De nem különbözik a ezért ne fogyasszál tudatmódosító szereket. De ezt most találtad ki. Semmi egy városi pózoló Mühmeier vagy, aki előadja itt a buddhistát, bazd meg. Maximum ennyi. Egyébként... Állítólag komcsi vagyok, nem? Hát páros napokon. Párosan napokon pedig buddhista. Páros van, vagy páratlan? Lássuk. És páros nap van. Akkor komcsi vagyok. Rendben van. Egy szaros komcsi vagy. Szerintem meg egy üdös náci gyökér. Szóval, amíg nem zsidózunk, addig nincsen semmi gond, nyugalom. Nekem az a problémám a buddhizmussal, amelyet nem ismerek, hogy az alapvető vallási kérdésekre, vagy alapvető vallási témákra egyszerűen nem kérdez rá. Nem foglalkozik. Például. Hát, hogy Istennel általában nem foglalkozik. Isten témáját, de nem tagadja Istent. Tehát nem azt állítja Buddha, hogy nincs Isten, hanem azt állítja, hogy ezek nem fontos kérdések. Komolyan. Azt mondja, hogy ez nem... Nem ezek a fontos kérdések, ezek, hogy Istenen spekulálsz, azok elveszik az idődet, az alatt is meditálhatnál. Ez mondja Buddha. Nem azt mondja, hogy nincsen Isten. Mert az, akkor világos, akkor senki nem gondolná a buddhizmusról, hogy vallás. Ha ezt a Buddha kimondta volna. De a Buddha ezt nem mondta ki, hanem azt mondta, hogy ne traktálj a fasságoddal, meditáljál helyette, már mondtam, hogy üljél, hogy a lótusz ülés, stb. Tehát ez a buddhizmus. Most csak egy ilyen viszonylag mellékes vallási témát hoztam fel, hogy Isten léte, nem léte, ezek a kérdések. Tehát valójában nem ezek a fontos vallási kérdések, ezt mindjárt tudjuk, ugye? Csak most egy példával, hogy illusztráljam azt, amit mondtam. De egyéb fontos kérdésekkel, tehát például az embernek a valóság. Például, hogy mi végre a világ? Mi végre a valóság? Mi az ember viszonya ehhez a világhoz? Mi a világnak a viszonya ehhez az emberhez? Mi az emberi létezésnek a célja? Stb. Mi a teremtésnek a miben léte? Tehát, hogy szerintem elég lényeges kérdésekkel, ezekkel nem nagyon foglalkozik a buddhizmus. Ezért azt gondolom, hogy nyilván nem azt gondolom, hogy a buddhizmus az egy olyan sekélyes és hazug és korrupt és ocsmány dolog lenne, mint a Norbi Update. Nyilván. Hanem azt mondom, hogy közelebb áll a Norbi Update-hez, amely egy életvezetési rendszer, mint mondjuk a kereszténységhez, hogy egy példát mondjak, amely egy vallás. Ha érted? Tehát a buddhizmus szerintem nem vallás, hanem egy életmódprogram. Tehát, tudom, aerobik. A Jane Fonda a 80-as évek elején az aerobikkal valami hasonlót próbált, mint Buddha. És népszerű is volt egyébként a 80-as években. A buddhizmus nem azt állítja, hogy amiket mondtál a világ miben léte Isten, hogy ezeket mind megérted a nyilván által? Éppen azt állítja, hogy nem értesz meg semmit, hanem vagy, ott vagy benne. Ezt a buddha... Hogy ezek a kérdések lényegtelenné válnak ott. Ezt a buddha személyesen mondta a Robinak, amikor beszélgettek a múltkor. Tudjátok, a Buddha az, aki minden anyagot eltol, és a saját haját is elszívja, mert egyszer azt hallott, hogy a THC lerakódik a hajszálakba, és akkor ezt így elszívta, na ő volt a Buddha. Tényleg van egy ilyen csávó, hogy Buddha. A Robinak a régi haverja, és tőle hallotta ezeket. Na, szóval tényleg van egy ilyen csávó, hogy a Buddha. És ezekkel a kérdésekről, hogyha nem lennél egy ilyen mérhetetlenül bicskanyitogatóan üresfejű, pimasz, beképzelt, tökhendi, nagyképű, szarzsák, akkor egyébként ezekről egészen jól lehetne beszélgetni. De így érted, hogy
eleve lefikázza egy 2500 éves tradíciót, tekintélyelvűség, tudom, buzisztam, zsidóztam, cigányoztam. Kicsit provokáltalak, de az a csodálatos, hogy másoknak a tabuit olyan nagyon bizalommal döntögeted, amikor a te tabuid egy kicsit megremegnek, abban a pillanatban vért és epét hánysz, az összes testnyílásodból vér spriccel bazd meg, beborítja az egész közönséget, a szemeid vérben forognak, és a hatalmas Buddhát hívod, hogy álljon bosszút minden hitetlenen. Amit most te mondtál, bocsáss meg azok a stigmák, amelyek kijönnek rajtam, és nekem a Buddha, meg a buddhizmus egyáltalán nem tabu. Egyáltalán nem tabu. Nem is úgy viselkedsz. Az nem a buddhizmust védem, bazd meg, hanem téged támadlak! Téged baszogatlak, nem a buddhizmus! Baszogassá, bazd meg, mondhatsz bármit, de legalább egy könyvet olvasd már el előtte. Tehát legalább egy könyvet. Erről a témát. Olvastam a két Lottit. Meggyőztél. Jó! Teljesen oké. Volt a buddhista főiskolán egyszer egy felvételiző, és akkor mondta, hogy mondja bódhiszatvát. Mondja pár bódhiszatva nevet, mondta neki az egyik ilyen tanár. Nem, ez vizsga volt már, bocsánat, mert felvételinget nem kérdezik. Ugye a bódhiszatvák azok, akik segítenek, a mahajánában azok, akik segítenek az emberiségen, kicsit ilyen krisztusi figurák. Megvan a buddhizmusban, bacsi. És amit hiányoz. És kozmológiai. Nem erről volt szó, de... Csomó minden megvan benne egyébként, a mahajánában csak nem ismered, mert hülye vagy. Fasza. Visszatérve, nagyon jó, hogy megvan. Mondja, én olyan, hogy örülök, hogy A bódhiszatva ilyen világmegmentő figura, és azt mondja, egy bódhiszatát, azt mondja a csávó Bruce Willis. Tanár azt mondja, nem ötös, de négyes. Végül is igazad van. Tehát a Bruce Willis 500 ezer filmbe megmentette a világot, végül is elfogadható bódhiszatának, kurva jó volt, kicsit olyan, mint egy Zen koan. Na, de én rájöttem egyébként, hogy milyen beszélgetést szeretnél te. Márton, ez a buddhizmus egy borzasztóan érdekes, nagyon-nagyon komplex világ. Én nem is tudom igazán, mert nem olvastam túl sokat ebből, de a témában, de most ez vallás igazából, vagy egy hagyomány, nagyon sok ezer éves és nagyon-nagyon nagy hagyaték, rengeteg könyv, amit te nagyrészt olvastál, hogy végül is most nyilván a kedves jelenlévők is kíváncsiak arra, hogy végül is ez a buddhizmus, ez most vallás, vagy, mert én ha jól tudom, mind. Vallás is, meg nem is, ez mind. Jól tudom? Hát nézze, kedves Robert, valójában teljesen igen, mondhatjuk így is, igaza van, és akkor most még egy órás előadás. De tudok én jól is kérdezni. Egyébként, hogy a faszban nem vitted semmire ilyen képességekkel? Lehetné volna vitrai, bazd meg. Ez... Rosszkor születtem. Komcsik sehol nem voltak, mire én oda kerültem. Na, vannak itt köztetek szülők. Önök, akiknek gyerekük is van? Az meg négy. Én nekem van. Bátrabban! Szóval vagytok, vagy hatan. Egyébként nyilvánvaló, hogy akinek így jobbára egy gyereke van, az ilyenkor nem itt van, hanem otthon fürdet, nem? És... Szóval, hogy én azt tanácsolom... Jaj, értem a gyerekem, ugye? Tehát, hogy itt ülök melletted, és nem otthon fürdetem a Flórát, mert a feleségemet elcsábították, megbaszták, elvitték, másnál van a gyerekem, és én meg itt szopom a faszt. Ezt szoktad mondani máskor? Én a saját gyerekkoromból akartam egy történetet felhozni, ami nem történt, nagyon traumatikus volt, de egyébként tényleg megbaszta a feleségedet egy másik csávó, tényleg lelépett a gyerekedet is elvitt, tehát mindegy, jobb így, hogy nem tőlem tudják. Na! Rendesen megbasztad volna azt az asszony, hogy még mindig te basznád. És halóbért lépett le? Rendesen fizetted volna azt az asszonyt, még most is te fizethetnéd. És ha azért lépett le, mert más basztam. Vannak itt verziók, tudod? Nem basztál volna senki más, még most se baszhatnál senki mást. Pedig ez volt a legviccesebb, az meg annyira jellemez titeket, hogy... Na mindegy.
Szóval én azt a tanácsot tudnám adni azoknak, akiknek van gyerekük, vagy akiknek lesz, hogy soha ne veszekedjetek a gyerek előtt. Soha. Már te mind gyakorló családapa. Nem, nekem nincs gyerekem, de voltam gyerek. Az meglátszik, hogy... Sőt, nyomokban mogyorót is tartalmazhat. Az milyen az, hogy nyomokban mogyorót is tartalmazhat? Egy csomót gondolkodtam, és egyszer szakember azt mondta azért, mert hogy egy olyan futószalagon, hogy mi a szaron csomagolják, hogy csinálják, ahol korábban mogyorót. Igen, ezt én meséltem neked, igen. Igen, és nem vagyok szakember, de egyébként a sztoriaidnak a hitelességét jól jelzi Most ez tényleg ciki volt, valószínűleg kurvára. Nagy butha meg a sok könyv, az meg, ja. Vastag könyvek, ja. Öreg néne őzik ilyen maximum, az. Jó van a kurva anyád, hogy folytasd legalább ezt a gyerekes tanít, mert elegem van belőle. Szóval... Erre jövök ki a szemműtétről, van. Örülj, hogy látsz. Szóval... A izé, Keith Richards volt az, aki kiment a színpadra, és pont a Népstadionban történt, most volt a Rolling Stones koncert, és kijött a színpadra, és azt mondta így a közönségnek, hogy nagyon örülök, hogy látok. Ami angolul jobban hangzik, mert angolul ez úgy lenne, hogy úgy azt kiáltotta, hogy I am glad to see. Hogyha azt mondta volna, hogy I am glad to see you, az azt jelentette volna, hogy örülök, hogy látlak titeket. De az, ahogy azt mondta, hogy I am glad to see, arra utalt, hogy annyi kibaszott kábítószert elfogyasztottam az életem során, hogy csoda, hogy még egyáltalán látok. Tehát és mindegy, az ott vicces volt. Meg a Keith Richards mondta, hogy nem én. Egyébként ő volt az egyetlen, aki visszautasította, jól tudom, az izért, ugye? Lovagák adták őket is ütni, a Beatles. Lovaggá is ütötték őket. Igen, de a Keith Richards az tiltakozott, hogy ezzel elárulta a Mick Jagger, meg a többi az ellenkultúrát. Tehát azért volt benne tartásnak. Ja. Milyen undorítóbb az meg, hogy lovaggá ütötték. Szóval, hogy én kisgyerekkoromban átéltem, nem sokszor, mert a szüleim elég hamar elváltak, de átéltem, hogy milyen az, amikor az apa meg az anya az veszekszik. Ezt elmondhatom, hogy annál nincsen borzalmasabb. Tehát én gyerekként annál nagyobb poklot nem éltem, mint amikor az apám meg az anyám veszekedtek egymással. Elszóltad magad. Egy finom fraj. Szóval... De bunyó nem volt. Nem volt bunyó, csak nem volt bunyóban. Tehát van egy olyan élményem, hogy a Május 1 úti lakásban, ami azóta már Hermina út, az anyám meg az apám a nappaliban üvöltenek, én meg a szobámban, így a sarokban, így kucorgok a sarokban, és ilyen, hát így nem tudok olyan helyre elmenni előlük, ahol nem hallom azt, hogy ők üvöltöznek egymással. És így azt is tudom, hogy valami vendégségből jöttünk haza, és azután volt a balhé. És valami, nem tudom, hogy mennyi ideig tarthatott, de azt szerintem, hogy így egy ilyen minimum 20 percen keresztül masszívan üvöltöztek egymással, és azt a 20 percet nekem végig kellett élnem. És így arra emlékszem, hogy így meghasad bennem a világ. Tehát, hogy ugye az apa meg az anya, az a gyerek számára nem apa és anya. Mert az apa meg az anya azok olyan fogalmak, amelyeket a felnőttek működtetnek. A gyerekeknek mondják, hogy apa, anya, a gyerek számára ezek csak nevek. A gyerek számára az a fogalom, ami az apa meg az anya, az a világnak a két fele. Tehát az a világnak a pozitív és a negatív pólusa. Most hívd akárhogy. Ez a két fele a világnak, most akkor fogalmazhatok úgy is, hogy két isten. Tehát istenek. Tehát a szülők istenek. De tulajdonképpen nem két isten, hanem egy istennek a ketté szakadt darabjai. És amikor ezek veszekszenek egymással, a te füled hallatára, akkor te benned a világ, ami amúgy egy ilyen harmóniában van, az fölhorgad. Az egy olyan belső háború támad, a borzalmas az nem a külső, nem a kinti veszekedés,
hanem az, amit a gyerek belőle önmagában leképez. Tehát az, amikor a szülő, mert hogy egy felnőtt ember megtanulja, hogy egy helyzetben, ez nagyon, nagyon sok rutin kell, hogy egy helyzetben érzelmileg hogyan ne sodródjon bele. Tehát, hogy hogyan tudjon kívül maradni. Erre úgynevezett elhárító mechanizmusok szolgálnak. Ezek technikák. Például humorral. Például racionalizálással. Például a hárításnak millió és egy módja van, amivel egy felnőtt ember egy ilyen helyzetet már kezelni tud. De a gyerek ezeknek a technikáknak nincs a birtokában. Ezért, amikor a szülők veszekszenek, akkor a szülők kinti veszekedése az a gyerekbe beköltözik, és bent a háború a gyerekben az anya rész és az apa rész között az leképeződik és zajlik tovább. Mindaddig, amíg kívül abban nem marad. De amikor már azt látja a gyerek, hogy szeretik egymást a szülők, akkor benne a meghasadt két világ békét tud kötni és egyesülni tud újra. De addig nem. És addig, amíg a szülők odakint élvezettel szörföznek ezen a konfliktuson. Mert valójában a veszekedés semmi más, mint a belső feszültségeknek a leadása. Tehát én tudom, hogy a veszekedés nem jó és nem élvezzük. De valójában igen. Valójában a veszekedés az a konfliktus ünnepe. Most hogy fogalmazzak? Érthető ez valamennyire? Tehát van egy konfliktus köztünk, amit megrendezünk időnként, és olyankor fesztivál van, olyankor mindent szabad. Olyankor, tehát tényleg olyan, mintha szörföznénk egymás idegrendszerén, meg egymás méltóságán. Tehát ez egy ilyen élvezet. Adok-kapok. Kapunk is ütéseket, de adunk is ütéseket, és azt a nyomorult feszültséget, amit folyamatosan érzünk, azt így ki tudjuk tombolni, le tudjuk adni. Tehát ez egy fontos szükséglet egy párkapcsolatban, és azt gondolom, hogy egy olyan párkapcsolat, ahol nincsenek veszekedések, az sokkal, de sokkal súlyosabb, rosszabb és terheltebb, mint ahol vannak időközönként veszekedések. Tehát a veszekedések szükségszerűek. Tehát egyszerűen kellenek. Ahol nincs veszekedés, ott biztos, hogy az egyik fél az szuper dominálja a másikat, de olyan mértékben, hogy a másik fél az összes sérelmét lefolytja. Vagy azért nincs veszekedés, mert ezeket a feszültségeket rejtekutakon, titkos életekben élik ki. Tehát semmiféleképpen sem jó egy kapcsolatnak, ha nincs veszekedés. Az a lényeg, hogy mi épp egész emberek a veszekedéssel a kapcsolatunkat ápoljuk. Ha tetszik, ha nem. Tehát bizonyos értelemben igen. A kapcsolatunkat... Te, pszichológus kollega, a második házasságomban abszolút nem volt veszekedés. Az mégis. Most erre mondod, hogy meg is látszik. Te még ismerted a feleségemet. Még láttad, meg így... Még az utolsó napokban... Te még találkoztál Lenin elvtársal. De viszont az első házasságomban meg folyamatosan veszekedtünk, sőt verekedtünk is. Soha életemben, várja, se előtt, se utána nem ütöttem meg nőt csak akkor, de engem is vertek. De akkor rendszeresen. Például a puskatussal is, az első feleségem. De hogy és utána ilyen nagy De hogy a faszba került oda az a puska? Szar volt. Mégis szarul. Kaptam tőle egy ilyen 12 lövetes légpuskát, és akkor annak a tusával. Milyen jó ajándék egy ilyen házasságban. De nem, egyébként nyilvánvaló, hogy az elsőnek azért lett vége, a második házasságotoknak azért lett vége, mert sosem veszekedtetek. Az elsőnek meg azért, mert sosem csináltatok semmi mást. De most nyilvánvalóan... Nem tudtuk a középutat. Nyilvánvalóan létezik egy optimum. Én nem azt mondom, hogy a veszekedés jó, hanem azt mondom, hogy a veszekedés az egyszerűen szükséges. Tehát hozzátartozik. Viszont azért vagyunk felnőtt emberek, és nem oktalan állatok, mert egy ilyen helyzetben... Ez egy KFT szó. Tekintettel kell lennünk a saját gyerekünkre. Hogy őt ebbe az egészbe ne vonjuk be, mert neki ehhez az egészhez abszolút semmi köze nincs. Ugyan már bazd meg, hát szokja az életet, nem?
ezzel a felkiáltással meg is lehet baszni. Hát ez, de komolyan, hogy szokja az életet, hát annyian megbasszák majd, hát most nem az apja bassza meg először, hát nem, ugye jobb, vagy akárki. Szóval... Emlékszem arra, hogy milyen állapot volt az, amikor ki voltam téve annak a tébolynak, annak a borzalomnak, amikor az anyám és az apám konfliktusa az egyenesen levezetett belém, és egy ilyen helyzetet csak akkor tudtam volna kezelni érzelmileg, hogyha valamelyik oldalra odaállok. Egyébként minden konfliktust csak úgy tudsz érzelmileg kezelni, hogyha valamelyik oldalra odaállsz. Ha látsz a tévében egy filmet, ahol verekszenek, vagy lövöldöznek, vagy valamilyen, nem tudom én, kurva nagy bunyó van, akkor attól függ, hogy tovább kapcsolsz vagy sem, hogy tudod-e, hogy kik ezek a karakterek, és valamelyik szimpatikus-e, és annak szurkolsz-e, hogy a másikat leverje. Mert ha nem, ha egyiknek se, akkor egyszerűen odébb kapcsolsz, meg kurvára nem érdekes a sztori. De nem így van. Velem például csomószor van, hogy mit tudom én, rákapcsolok a pankrációra, a TV 6-on, és akkor én egyiknek se drukkolok, de azt örülök, hogy verik egy más. Igényes emberekről van szó, tehát van, aki azzal is beéri, amivel te, de... Szóval, hol tartottam? A gyerek abban a pillanatban, hogy odaállna az apja mellé ebben a helyzetben, vagy odaállna az anyja mellé, elviselhetőbb lenne a helyzet, továbbra is rossz lenne, de elviselhetőbb lenne a helyzet, mert tudna azonosulni. A gyerek élete merő azonosulás az apjával és az anyjával. A gyerek kenyere, a gyerek azonosulás szívbe és fúj ki. Tehát neki az a lételeme. A gyerek az nincs úgy lehatárolva, ahogy mi. Az nem individuum, ahogy mi. Az a apjához, vagy az anyjához tartozik, de nem úgy tartozik, ahogyan az önkormányzat iktatja, hogy oda tartozik, hanem az nincs leválva. És egy ilyen helyzetben, ha odaállna akár az apja mellé, akár az anyja mellé, bármelyikük mellé, azzal elárulna a másikat. És azzal olyan súlyos bűnt követne el a nem is a szülők ellen, mint a kvázi felettesény ellen, vagy az Isten ellen, vagy az Istenei ellen, hanem a saját lény ellen, a saját belső teljesség ellen, amit a gyerek nem tud megtenni, nem képes megtenni. Tudom, mert emlékszem. Tehát erre pontosan jól emlékszem, hogy egy ilyen helyzetben nem tudsz melyik oldalra állni. Tudja, hogy 6-nál kevesebb voltam, mert 6 évesen váltak el, és ez még a válásuk előtt volt. És tehát csak az a lényeg, hogy veszekedni kell, és ezeket meg kell rendezni, ezeket a jeleneteket. Tényleg fontos. De soha ne a gyerek előtt. És amikor érzelmi játszmáztok, meg amikor egymással ezeket a színjátékokat űzitek. Ez a színház. Ez a kapcsolati színház. Ahol az egyik fél dominál, a másik megsértődik, eljátsza, hogy nem tudom én neki ez mennyire rossz, csak mert ki akar zsarolni együttérzést, vagy dominálni akar, amit fel akar használni valami. Tehát, hogy ezekben nem bevonni a gyereket, és ezekben nem beavatni a gyereket, és ezekben nem használni a gyereket. Tehát, hogy ez én szerintem ez a legfontosabb. Tehát, hogy a gyerek felé, a gyerek iránt a szülőknek a integritása, ami a családot képezi, vagy képezte valaha, az maradjon töretlen. Ez szerintem ez a legfontosabb. Hát az megviseli a gyereket, a válás. Nekem, amikor a szüleim elváltak, akkor nekem nagyon sokáig három kívánságom volt. Emlékszem, hogy mászkáltam a sineken, és a három kívánságot soroltam, így mantráztam magamban, hogy ha ez a három kívánság ez teljesül, akkor én többet nem akarok, én többet nem várok az élettől.
Az első kívánságom az az volt, hogy a szüleim azok házasodjanak össze újra. A második kívánságom az az volt, hogy az életemben dughassak csak egyszer, csak egyetlen egyszer az életemben. A harmadik kívánságom meg az volt, hogy legyenek barátaim. És basszus, egyik se teljesült. Három-háromból semmi. Ennél tragikusabb életem. Semmi tragédia nincsen, az meg 38 vagyok, még összejöhet mind. Nem, villamosim volt, és nem karak. És... Már nem 39, nem? Te nem 74-es vagy? De 74-es vagyok. Hát akkor... Aztán rájöttem arra, egy idő után csak azt figyeltem meg, hogy a kívánságlistámnak a sorrendje az így megváltozott, és az, hogy az apám meg az anyám házasodjanak össze, az így hátra csúszott a második helyre, mert a dugás megelőzte. Aztán az, hogy az apám meg az anyám házasodjanak össze, az visszacsúszott a harmadik helyre, és aztán szépen így elmaradt. És volt egy nap, amikor arra ébredtem, hogy azt hiszem, hogy már nem, hogy talán most már nem is lenne olyan jó, ha összeházasodnának, most már jobb így. Tehát, hogy így bele tudtam szokni ebbe, tehát így föl tudtam a dolgot ezt dolgozni. Robi, most is van három kívánság? Nekem mindig megvan a három kívánság. Most szerviliskedek, tehát te van. Nagyon érdekesek ezek a kívánságok. Most is megvan a három kívánság? Na igen, magyar televíziós, az az, hogy a magyar televízió, ez a normál. Meg neki. Nagyon érdekesek ezek a kívánságok. Nekem sosem voltak ilyen kívánságok. Most is van ilyen három kívánságok. Szóval. Hajdú Péter. Első helyen. Hát a Hajdú Péter nagyon sokáig volt az első helyen, de most már rájöttem arra, hogy ennél fontosabb is van az életben. Pedig még az év lesetelt. Szóval... Én azt gondolom, hogyha a szülők el is válnak, a szülők csak a térben válhatnak el. A gyerekben nem válhatnak el. Ez a lényeg. Tehát ez a fontos. Hogy a gyerekben, tehát például fontos, hogy soha senki semmilyen körülmények között ne kezdhesse ki az apának vagy az anyának a helyét. Tehát ilyen nem fordulhat elő. Én amikor egészen kisgyerek voltam, akkor átéltem egy nagyon-nagyon súlyos traumát, amikor egy ilyen nagyon-nagyon nagy ordinári nagy balhé csapott apám és anyám. Volt egy ilyen nagyon-nagyon súlyos, nagyon durván drámai helyzet, ahol az apám engem odavitt. Méghozzá azért vitt oda, hogy az anyámat ezzel revolverezze. Tehát, hogy engem fölhasznált ott abban a helyzetben. Amit így nem lett volna szabad megtennie. Amihez így nem lett volna joga. De vannak bizonyos dolgok, amikhez a gyereknek nem szabad hozzáférni, ami a gyerek számára tabu, és az is kell, hogy legyen. Mindörökké. Most mondok egy példát. Az én apám vaszkuláris demenciában halt meg, méghozzá 5 évvel ezelőtt. És amikor nagyon beteg volt, akkor megkérdezte tőlem az orvos. Bocsi, az igazi vagy a nevelőapám? Az édesapám. A nevelőapám az 8 éve halt meg. És amikor nagyon súlyos állapotban volt, akkor tehát neurológus megmondta, hogy körülbelül egy év, most itt én durván egy év múlva meg fog halni az apám, egyszerűen pusztulnak az idegsejtek, mivel hogy az agyvérellátásáért felelős ereknek a falán, és ezek annyira apró erek, hogy ezeket nem lehet kicserélni. Tehát ezek olyan pici erek, tehát ezek az agyi erek, ezekkel nem lehet mit kezdeni. Lerakódott a nikotin többek között. Meg mindenféle, tehát így érszűkülete volt az agyában, és így hallnak el az agysejtek. És az az érdekes, hogy ez pszichológiai zavarokat is okozott, nem csak neurológiai problémát. És megkérdeztem az orvostól, hogy akar-e antidepresszánst, tehát szerotonin visszavétel gátló készítményt adni apámnak, vagy nem. Tehát hogy ez jó ötlet lenne, vagy sem. És így látta, hogy így kb. Tudom, hogy miről van szó, tehát hogy így annyira, így valamennyire járatos vagyok a témában, és így rám nézett, és így azt mondta, hogy így adjak, tehát, hogy így dönts el ön. Így rám bízta. Aztán én úgy döntöttem, hogy adjon,
valami fél éven keresztül adott, és én úgy láttam, hogy jól működik a dolog, de aztán elbizonytalanodtam, mert úgy voltam vele, hogy most az apámnak az utolsó hónapjaira én most leszedálom apámat, vagy most mi történik, tehát hogy most ez nekem jogom van, vagy sem. Úgyhogy elvettem tőle egy hétre, és nagyon rosszul reagált, úgyhogy utána visszaadtam. Tehát tulajdonképpen én gyógyszereztem az apámat az utolsó egy éve során. És aztán beszéltem doktornővel, terapeutával, és azt mondta, hogy ezt nem lett volna szabad. És azt hiszem én is, hogy ezt nem lett volna szabad az orvosnak rám bíznia. Tehát ez nem, ehhez nem volt joga annak az orvosnak, hogy az apámnak a gyógyszerezését, az apámnak a kezelését azt rám bízza. Én azt hiszem, meg továbbra is remélem, meg szeretném hinni, hogy jól döntöttem, tehát hogy jóból a jót és eleget adtam, de hát nem vagyok orvos, és ez elég súlyos felelősséggel jár, és ráadásul sosem tudhatom meg, hogy így ez... Szóval, hogy túl nagy teher. Tehát, hogy így... Tehát a gyerek és a szülő kapcsolat az nagyon érdekes. Eleinte a gyerek az a... Tehát a szülő a gondviselő, és a gyerek a kiskorú. Aztán lesz egy pont, ahol ez a kettő kiegyenlítődik. Egy ideig a szülő és a gyerek partnerek, de az ilyen késői gyerekek esetében, mint én, ez nem tart sokáig ez az idő. Korai gyerekek esetében ez az idő eltarthat 20 évig is, hogy a szülő és a gyerek partnerek tudnak lenni. De az ilyen késői gyerekek esetében, mint én, ez pár év alatt nagyon hamar lepereg. És a gyerek válik a gondviselővé nagyon hamar. És onnantól kezdve a gyereknek egy csomó esetben hazudnia kell. Úgy, ahogyan a szülő hazudik a gyereknek. Mondjuk, amikor a gyerek megkérdezi, hogy mi történt a bárányjal, apu? Akkor apu nem mondhatja azt, hogy megbasztam, és a satúval a nagy velejét szétbocsantottam. Tehát nem mondhatja ezt, hanem azt mondja, hogy a bárány most már a mennyországban legel. Mondjuk egy ilyet mond. Ami tudjuk, hogy nem igaz, hiszen jól meg lehet baszva, hogy szétbocsantva. Tehát hazudik, tehát a szülő hazudik a gyereknek, de ezt nem tekintjük hazugságnak, hanem ezt egy kegyes hazugság, vagy hogy hívják ezt? Azt mondják, hogy a gyerek szintjén kommunikálom le az igazságot. Inkább így fogalmaznék. Na most, amikor a szülő, amikor az egykori gyerek teszi ugyanezt az idős szülővel, még az idős szülő rákérdez arra, hogy mi az a bélyeg ott a nyelveden? Akkor nem azt válaszoljuk, hogy... LSD, hanem a postára adom a nevet. Tudom, hogy micsoda. Nagyon szétcsaptam. Tehát nem ezt válaszoljuk. De ha nem tudsz másként... Akkor elbasztad. Az egy petrip. Szóval... Értelemszerűen egy ugyanilyen helyzetben, csak hogy a tudattalan ezt nem mindig kezeli olyan jól. Nem mindig kezeli olyan jól. Tehát azt hiszem, hogy kevés szülőnek van neurózisa, vagy pánikbetegsége, vagy depressziója, vagy generalizált szorongás szindrómája attól, hogy azt mondja a gyerekének, hogy a mennyországban legel a birka, és nem azt mondja, hogy jól megbasztam és szétlocsantottam. Ugyanakkor viszont számos gyereknek van, számos fiatal embernek vagy lánynak van amiatt lelki problémája, mert nem követi le, vagy nem képezi le azokat az életpálya modelleket, vagy azokat az életmód schémákat, vagy azokat a mintákat, amiket a szülők adnak neki tovább. Márpedig ez a modernitással együtt jár. Tehát ezért nem is mi vagyunk tulajdonképpen a felelősek. Ez a modern élettel együtt jár. Nem azt mondom, hogy a bélyegezés jár együtt a modern élettel, hanem azt mondom, hogy az, hogy a generációk többet és másfajta életet akarnak élni, mint a szülők. A hagyományos élet az arról szólt, hogy 30 generáció élte le ugyanazt az életet egymás után. Tehát itt megértheted egyébként, ami a szamszára. Tehát amikor ugyanaz az élet ismétlődik a picsába végtelenül, és akkor ebből kilépni. Érted? Kicsiben, te szinteden analógiának jó arra, hogy megérd a buddhizmusnak a szamszára foglalvát.
Köszönöm, mesterem. De várjál, még a harmadik fejezetet nem meséltem el a novellából. Na, az a helyzet, Robikám, hogy nekem ki kell menjek telefonálni, te meddig ülsz még itt és mondani ezeket a megható dolgokat. Mert hogy visszajöjjek-e, vagy nem, na érted, mert ezek szépek, meg... Ennyire kell húgyozni, vagy mi van? Nem, a kislány, a kislány... Mi a fasz ez? Puzsér Robert? Nem. Én hívlak éppen? Nem, a volt feleségem. Na, hello! És az ágyban is így szólítod? Ez elég nyomasztóan hangzik. Azt hittem, hogy... Azt hittem, hogy ami köztünk van, az... Azt hittem, hogy ő csak a feleséget papíron. Na mindegy. Ezt a pofátlan gecit. Szóval, hol tartottam? Hogy a modern élettel együtt jár az, hogy a gyerek egy másfajta életre vágyik. Egy másfajta életet diktál neki minden, az egész környezete, mint amit a szülei leéltek. És ennek ellenére azt gondolom, hogy a gyereknek akármennyire is autonóm kell, hogy legyen, a felettesénye, meg az ösztönénye közötti harcot, azt egyensúlyban, azt harmóniában kell tartani. Ugye az ösztönén az, amire a modern világ szólít, hogy élvezz. Hogy pesgés, hogy haverok buli, fanta, meg hogy most élhetsz igazán, de most bármelyik szlogent mondhatom, ez mind az ösztönénnel kommunikál. És ott vannak a szülők, akik pedig a felettesén reprezentánsai. És itt zajlik egy háború. És ez a háború termeli ki a neurózist, a depressziót, az összes lelki betegséget. Ez a háború. És az énnek, az egónak kell egy nagyon erősen megvetnie a lábát, és egy erős kormányossá válnia, hogy ezt a háborút, bármennyire is véresen folyik, ne tudja megnyerni sem az ösztönén, sem a felettesén. Hanem az erős kormányos ezeket a feszültségeket kioltsa, és ezeket a szubstanciákat, ezeket integrálni tudja. És gyakorlatilag ez jelenti a felnőtté válást. Ez a felnőtté válásnak az útja. Mivel hogy a famot már úgy is elvesztettük, és úgy is kitelt az időnk, talán időszerű, hogy megköszönjem a figyelmet, aztán jövő héten találkozunk újra. Jó éjszakát!